Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon. Ma szeptember 10-én egy kirakással a lélektárs kapcsolatodra, vagy a ikerlán kapcsolatodra. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy, szintén velem tartasz. Nagyon sokan kértek, meg megkérdezték, hogy tudnák-e egy kirakást rakni, hogy eldönti-e, hogy veled fog lenni, vagy hogyha még egy másik nő játszik szerepet az életébe, hogy azt a nőt válassza, vagy hogy milyen érzések kötik te hozzád, milyen érzések kötik ahhoz a nőhöz, vagy aki még az oldalán, vagy párjához. Hármas kirakás, a skát kártyáimmal is megkérlek, hogy hunyd be a szemed, és legelsőbb élvezd a kristályhangtál rezgését, valamint még a kártyákat keverni fogom, küldd el gondolatban a gondolataidat, amit tudni szeretnél. Oldalat, koncentrálj. Mi a fontos neked a mai napra, hogy tudjad? Mi a fontos, amit tudnod kell? Mi a fontos? Igen, önmagaddal törődj. Vegyed magadat fontosabbnak. Te rád fektest a nem a felelősségedet, hanem a figyelmedet. Igen. Igen, az önszeretés, az önértékelés, mint ahogy látod. Élvezd ezt a, hogy fejezem ki magamat, ezt a telepatikus összeköttetést közöttetek, vagy ezt az összekötődést, ezt a közeltséget. És engedd el, hogyha mérges voltál, vagy haragudtál a lélektársadra, engedd el, egy váratlan öröm fog jönni, és szintén úgy érzed, hogy ha az életerődbe belejössz, ha az életerődbe vagy, úgy érzed, hogy akkor tényleg otthon vagy magadnál, vagy jól érzed magadat. Ez a tényleg olyan nagyon jó érzés fog téged elterjeszteni, vagy eltölteni. Ma egy portálnap van, szintén nagyon fényes nap is van itt nálunk, nagyon tényleg tele, nagyon fényes nap. És ma a Barmherzigkeit, az azt jelenti, amikor tényleg olyan szívbeli energia, hogy ez kinyisd a szívedet, megértő legyél, látod, ez is karmikus, hogy gyógyuljanak még a sebjeid a múlt életből, az a lényeg, magadra fektest a figyelmedet a mai napon. Húzunk még egy pár következő kártyát, és ez a lényeg, meg mind a három útoknak kirakjuk, megnézzük, hogy is alakul ez az egész. Ha véletlen nem látjátok, amit kirakok, figyeljetek a hangomra. Figyeljetek a hangomra, és akkor meglátjátok a kamerát, nem tudom sajnos megnagyobbítani. Ez neked az volna a célod itt az energia, hogy kommunikáljál ő vele. Igen. Az volna a lényeg neked, hogy beszéljél az érzelmeidről. A fejedbe vagy a gondolataidba az, vagy szeretnéd tényleg ezt a meglepetést megélni, szeretnéd tényleg, az nagy önbizalmat adna neki és neked is, akkor ezen egy kicsit mérgelődsz kívülről, hogy nem jön hozzád is, nem beszél veled a szívedbe, szeretnéd tényleg azt a biztonságérzést érezni, ezt a biztonságot, ezt a bizalmat, önbizalmat, hogy úgy higgyél az egészbe valami módon, nem akarod itten magadat valami módon lekötni, vagy gátolni, és azért lehet, hogy nem határoztad el, vagy nem döntötted el, hogy pontosan, hogy milyen irányba is, hogy fejlődjön,
Tehát ez nem baj, hogyha eldöntöd és kimondod, érez ezt a nagy közeltséget, érzed a telepatikát, vagy telepatikus összekötődés. Úgy érzed magad, hogy a lélektársad, a második feled, úgy érzed. És hogy is alakul ez tovább, hogy is fog ez fejlődni, mint ahogy látom, ez még hosszú út fog neked lenni, ez az új kezdetig. Úgy látom, hogy te is még olyan döntő képtelen vagy, valami módon hiába mondod, hogy igen, döntöttél, ha most ott állna az ajtód előtt, nem tudnád eldönteni, hogy gyere, megyünk, nem tudnál otthagyni mindent, nem tudnál, volna kifogásod, lehet, hogy az egyiknek vagy a másiknak ez tényleg bejön, de nem biztos, hogy mindenkinek bejön. Ezt már meséltem tényleg minden videómban, hogy ezt ne vegyétek olyan útmutatás, ez nem jóslás, ez egy ilyen iránymutatás, lehet, hogy valami neked stimmel, valami bejön, de nem biztos, hogy minden bejön. Megérzés. Mindig érez bele, hogy rezonálsz-e ezzel, vagy nem. De nem biztos, hogy azt úgy muszáj. Lehet, hogy egy nap igen, bejön valami, másnap nem. Fogadd ezt, mint kísérlésként, vagy kíséret. Ez kísér tégedet segítségként valami módon. Nem vagy te sem még elhatározott. Úgy látom, tényleg nem vagy elhatározott, és akkor azért ez lassítja ezt a folyamatot valami módon. De itt a lehetőség arra, hogy igen, hogy higgyél ebbe az önbizalmadba, belemenj ebbe. Ez egy nagyon mély érzés, hogy ezt megenged magadnak. Valamint a legnagyobb vágyad az volna boldog lenni a lélektársaddal, igen, ezre a megérzés, ezt a női energiát megengedni, az intuíciót megengedni, a megbocsájtást megengedni, és felelősséget vállalni. Ez volna neked a célod, úgy látom. Na nézzük az ő oldalát, hogy hogy gondolja ő, mi neki a fontos a mai napra, hogy tudja. Megkérjük az angyalokat, nézd, csak ő valami mérgelődik, úgy látom, és igen, veled kapcsolatban, igen, de újra az erejébe, a férfi energiába belejön, az energiába, úgy érzem tényleg, hogy ez a megbízás, ez a bizalom energia bejön neki, hogy újra tudni fog hinni benne, hogy komoly kapcsolat lehet közöttetek, ez a boldogság bejön kívülről, és felelősséget tud majd vállalni kívülről, ami az irányodba, ami azt illeti. Jó? Nézd, egy angyal eldőlt. Nézzük csak. Majd kirakom neked is a kártyáknak is. Hát te estél ki, látod? És itt van a siker, hogy igen, valóra vállódik ez az egész sikerrel. Négy kártyát, persze, hogy mit gondol irántad, mit érez irántad, és mi a következő lépése, ez kollektív kirakás, ezek azokra szól, aki ezt a csatornát megtalálja, valami módon, hogyha ezzel rezonálsz, szól te rád is. Ha nem, akkor most nem. Nézd, itt van neki a lélektárs kapcsolat, az azt jelenti, hogy igen, az az energia, itt van neki, az neki sok erőt ad, valami módon pozitív, mint ahogy látod, a fejében szeretne hinni az intuícióba, megérzésébe, fejleszti a női energiát önmagába, az empátiát is, szintén a megbocsájtás. Ez valami karmikus folyamat, fejlődik, most még jelenleg nagyobbak a vágyak, mint amit él. Új kezdetet szeretne veled, de ez még egy kicsit gátlással van itten, valami gátlás van még az életében. A szívében úgy látom, hogy igen, nagy, mély érzések vannak, úgy érzi irántad, hogy igen, hogy megérkezett hozzád, nagyon, nagyon mély érzése van hozzád, ez tudja, hogy ez egy spirituális kapcsolat, valami módon ez még egy kicsit olyan földi energia, mert ez olyan, hogy szeretné megfogni a dolgokat, és tudjátok, hogy van egy érzést, vagy egy bármit nem tudunk így megfogni, mert minden csak nem tudunk semmit megtartani valami módon, semmit. Ez egy nagy bizalomra, önbizalomra van szükség, és
a dolgok változnak az életben, még a vagyon is, még a pénz is, vagy egy folyamat, vagy egy egészség, vagy egy kapcsolat, vagy valami, semmit nem tudunk erőszakkal megtartani, és ez még ő nagyon abban az energiában van, hogy igen, hogy fogjuk. Ez egy ilyen földi energia valami módon, itt a szívébe, és ez kellene, hogy elengedje, hogy igen, hogy örömmel bevonza az életébe, és hálával, hogy hálás legyen érte, hogyha az életébe vagy is. Mi a megadódott energia? A megadódott energia mai napra az, hogy önbizalommal beszéljen veled, de még úgy látom, hogy itt van valami szomorúság, itt van még valami nehézség, ami véget nem tud. A legnagyobb vágya volna, igen, ezt a mély szerelmet veled megélni, hogy meggyógyuljanak neki a sebjei. Valami módon úgy látom, hogy nagyon szeretne tényleg bátor lenni. Ez volna a vágy, hogy bátor legyen ebbe a férfi energiába bele menjen, hogy merjen lépni irányadba, azon dolgozik, ez neki most az üzenet. Nézzük most meg, hogy ha van még neki lélektársa, vagy egy másik nő, vagy valaki még az oldalán, hogy mi annak a feladata, vagy mit kell annak a személynek, hogy tudjon. Látod, az nagyon önmagával van ez a személy elfoglalva, önmaga nagyon fontos, saját magának valami módon. Látod, ez is egy karmikus kapcsolat, igen, magának való személy, azt meg is mondja, beszél is róla, hogy ő önmagának nagyon fontos, valami módon nagyon fontos neki a vagyon, vagy az a megtartás. Na, ebbe a kettőbe hasonlítanak mind a ketten egymáshoz egy kicsit. Valami módon itt van neki, vagy egy nehéz élete van vele, nagyon sok nehézség, nagyon sok könny, nagyon sok gátlás még nála. Valami módon úgy látom, hogy lefolytott érzések, visszafolytott érzelmek vannak még ennél a személynél, ennél az egyéniségnél. Most kirakjuk neki is a kártyát, és elmondom, hogy látod, valami módon ő is valami lélektárs kapcsolat van vele, persze az is lehet, hogy egy karmikus lélektárs, az fel kell, hogy oldják, még ami közöttük van, ez nagyon fontos, mert nem tudsz akkor te a te lélektársaddal sehogy se haladni, hogyha ez még nincs letisztázva közöttük, az nagyon fontos, ne légy mérges rá, ne légy, legyél megértő, és nem kell haragudni, nem kell mérges lenni, mindenkinek megvan a joga, mindenkinek megvan az élet célja, mindenkinek megvan ami a sorsa már, ami ki van rá írva, és ezen át kell, hogy essünk, és ezt el kell, hogy fogadja te is. Nézd, neki ez a spirituális fejlődés véget van az életében. Na most nézzük a kártyák, mit mondanak neki, igen, hogy nyíljon, hogy tudatosodjon. Ő önmagának nagyon fontos, az jött be, magával foglalkozik, valamint a komoly kapcsolat neki nagyon fontos, a pénz, a biztonság nagyon fontos, és mindent ez irányít, organizál, irányít, tervez, valami módon sok tervei is vannak, tudatosodik is benne minden, ez neki a fejébe nagyon fontos. Mint ahogy látod, a szívébe igen nagy szerelem neki, a lélektársad valami módon, ez az élet öröm kicsit gátolva van nála a szívébe, de reméli, hogy ez sikeresen átlépi ezt a gátlást. Hogy fog ez tovább alakulni? Mint ahogy látod, itt ez karma, igen, ez törlesztés neki, látod, itt van két fekete kártya, szintén ez egy nagy munka neki, sok törlesztés, sokat kell még, hogy nőjön, hosszú ideig fog még tartani, és igen, még itt van ám törleszteni neki, sok könnyek is vannak itt, és mi a legnagyobb vágya? Ezt a visszafolytott érzéseket elengedni, az neki a legnagyobb vágya, és az a legnagyobb vágya, hogy ezt is elengedje, ezt a kapaszkodást, mert úgy érzem, hogy ő nagyon mindent meg akar tartani, mindent ellenőrizni akar, mindent irányítani akar, és hogy ezt elengedje, szóval, hogy erről beszéljen is elengedje, hogy ne legyen ilyen elváró, hogy azt elengedje, az volna neki a célja. Most persze fogunk húzni egy pár kártyát, 9-et kérek te neked, és 9-et fogok kérni a lélektársadnak, a
partnernőt azt kihagyjuk most, jó? Hogy érzel te a lélektársad iránt? Most ezt ugyanezt felvettem a német csatornámon. Hát úgy látom, kicsit hasonlít. Igen, hasonlítanak a kártyák. Akkor, hogyha véletlen németül tudsz, nézd meg, megtalálsz a Réka Spiritnál, valamint... Hát igen, vagy pedig most magyarul lehet, hogy neked ez bejön. És még egy videót fogok készíteni nektek, és mint ahogy említettem, ne haragudjatok, hogy nem fogadok személyes elemzést. Azt már mondtam, hogy Németországban élek, itt dolgozom, itt van nekem a praxisom, és itt ehhez a helyzethez megfelelő árak is vannak, és tényleg, hogy sokat terminem, nem tudok most forinttal dolgozni, vagy az árakat csökkenteni, nincs rá lehetőségem, legyetek megértéssel. Ha véletlen magyarok vagytok, és tényleg itt valahol külföldön laktok, és szeretnétek egy tanácsadást tőlem venni, azt persze meg tudnám magyarul valahogy csinálni, de fontos az, hogy tényleg PayPal-lal fizessetek is azt az árat, ami fönt van a weboldalomon, szintén kifizessétek, mert tényleg itt élek, az a lényeg, nem hogy most én megértetek, remélem. Na most nézzük meg a lélektársadnak, hogy mit gondol irántad. Bocsánatot, elnézést. De tudod, valami módon gondolom, hogy ez is segít nektek, és ezt tényleg fogadjátok, mint ajándék, mert tényleg szívemből jön. Meg most már úgy érzem, hogy tényleg szépen megtanultam magyarul, én mindig jobb vagyok, minden nap egy kicsit jobb vagyok. Jó, minden nap egy kicsit jobb vagyok. Jobban tudok magyarul, és ezért is hálás vagyok, és tényleg a te sok pozitív energiátok véget is szintén hálás vagyok, nagyon köszönöm. És még mondok nektek valamit. Tudjátok, mit kaptam ma? Egy nagyon fénybeli lélektől kaptam ajándékba, egy magyar lélektől kaptam ajándékba egy felhőfotót. Egy felhőfotót, és nagyon, de nagyon megörültem, meg megszabad, hogy tartsam. Ti tudjátok, hogy a hetedik felhő kártyáim vannak, a hetedik rék, a hetedik felhő, és én imádom a felhős képeket, és hogyha szép felhős képeitek van, vagy fotóztok valami szépet, és tényleg az nagyon jó bejött nektek, nagyon, de nagyon szívesen elfogadom. Az nekem egy nagyon nagy ajándék, mert tervezek még több dolgot ilyen felhős képekkel létrehozni, és hogyha segíteni szeretnétek, szívből elfogadom. Köszönöm nektek. Nézd csak, itt a lélektársadnak kijött az út, hogy szóval, hogy valami módon döntést fog hozni. Neked nézd csak, te keresed a nyitját, hogy hogy is old meg ezt az egészet. Itt van az energia, hogy keresed a lehetőséget arra a fejedbe. Szintén itt van... a nyilvánosság, a külvilág is, és nem tudod, hogy hogy is tudnád ezt összehozni, még keresed önmagad, hogy találkozzál vele, a meghívást, hogy hogy bírnátok ezt realizálni, vagy hogy tudnátok ezt valóra váltani, hogy ti a külvilágba valójában találkozzatok, beszéljetek, randizzatok. Mint ahogy látod a szívedbe, tudod, hogy igen, ez egy karmikus társad, és ez egy kicsit idegesítesz, de nem olyan negatív módon idegesítesz, hanem pozitív módon olyan fölkorbácsolt, szívveréses energiát ad te neked, és hogy fog ez alakulni tovább? Igen, tudod, hogy döntened kell, hogy el kell, hogy döntsed, hogy mit is akarsz, és amikor te eldöntöd, hogy mit is akarsz, akkor az már beindul valami téren, amikor kimondod, akkor már avval irányítod. Valami módon ez stabil irányba fog menni, mint ahogy látod, biztonság irányba, és itt van neked ez az erő, amivel úgy fölkerekedni tudsz, vagy akarsz, vagy valamit változtatni akarsz, úgy látom. Na most nézzük a lélektársadnál, megnézzük szintén, itt van, mint ahogy látod,
itt van, mint ahogy látod, itt van, hogy utat akar változtatni, per pillanat, a telefonom bekapcsolódott, per pillanat. Na most mi történt ezzel? Na várjatok csak. Bocsánatot kérek, mert ez a távirányítom a telefonra, és bocsánatot. Na hát mi történt? Most valaki zavar itten, amikor a videót készítem. Azért nem szeretem odaadni a számomat senkinek, mert akkor hívnak. Na most remélem még ezt látjátok. De ezt is látjátok, hogy ez természetes folyamat, és én nem játszok nektek semmit. Látod, a lélektársad egy döntés fog hozni neki, az van itt ebbe a napi energiába, ez van neki, ez fontos. Mint ahogy látod, a fejébe te rád gondol, te egy kicsit idegessé teszed, valami módon figyel tégedet, megfigyel téged, világos lesz neki valami, lát tégedet, valami módon a szívébe tudja, hogy igen, ez egy sorsdöntő találkozás veled, de itt van egy nagyon nagy nehézség is, nem tudja, hogy tanálja meg a központját, hogy is tudja ezt az egészet a szívébe megtalálni. Úgy látom, egy kicsit fölkorbácsoltad egy kicsit az érzéseit, és ez a nehézség pedig ki fog neki menni. És hogy fog ez tovább alakulni? Mint ahogy látod, itt van a lehetőség, a fejlődésre megvan, valamint te egy nagyon vonzó egyéniség vagy neki, de még itt van valami félelem, ami összeköt benneteket. Na most én erre húzok még két kártyát, méghozzá a szerelem kártyát fogok neki húzni. Egyet húzok neki, egy szerelem kártyát, hogy mit üzen a lelke te neked, és mit üzen a te lelked ő neki. Mit üzen a te lelked ő neki. Összeköt benneteket, hogy érezzetek saját magatokba bele, és tanuljátok meg, hogy mi van, hogy találjátok meg, hogy mi lakózik az érzelmetek háta mögött. Valamint ő azt mondja, hogy engedd el magadat, és engedd el ezt az érzést is, és add oda magad ennek az érzésnek, hogy minden jóra fog történni, vagy jóra fog változni. Valamint itt is kapsz most egy üzenetet, ez azt jelenti, hogy te mondod neki, hogy adj még egy kis időt, és gondolkozz el rajta, vagy adjunk magunknak még egy kis időt, hogy tudjuk pontosan, hogy mit is akarunk. Remélem, ezt el tudtad fogadni, rezonáltál vele, ha így volt, nagyon örülök neki, lájkoljatok, vagy legközelebb szintén tartsatok velem, iratkozzatok föl a csatornámra, sok szeretettel üdvözöllek benneteket, sziasztok, Valéria!